35. alkalommal nyitotta meg kapuit a Régi Zenefesztivál Csíkszeredában. Az egyhetes rendezvény már az első nap teltházzal indult. Vasárnaptól vasárnapig várják a szervezők a régi zene kedvelőit. A megnyitó ünnepség a Csíki Játékszín nagy termében kezdődött, ahol beszédekkel köszöntötték az érdeklődőket. Sok jó zenét próbáltunk most összeszedni erre a hétre, és ha már nagyon jó a zene, akkor már tulajdonképpen nem is régi, vagy nem is új fel sem tevődik, mert a jó zene az időtlen, az örökkévaló, és az már jelenben van, mert most történik, amikor játsszák. A fesztivál fő témája a hispán zene, de Mátyás király születésének 575. évfordulójára és a Barokk Fesztivál zenekar megalakulásának 10. évére is hangolnak. Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál idei témája a spanyol régi zene, és ezen belül egy széles választékát nyújtjuk a korabeli, középkori, reneszánsz, barokk spanyol régi zenének, amelynek többféle behatása van, a mór, a nyugat-európai és egyéb kulturális minták nagyon izgalmas zenei kavalkádot adnak, és ez is a mottoja, úgymond a fesztiválnak, hogy musica apassionada, vagyis a szenvedélyes zene. Számos külföldi vendég is részt vesz a Régi Zene Fesztiválon, akik főként a különleges zenei stílus miatt látogatnak el. Úgy gondolom, hogy itt nagyon egyedi zenék hallhatóak, sőt olyan zenék, amit máshol nem hallhatunk, és kicsit visszarepítenek a múltba. Egy héten át számos színes program közül választhatnak az érdeklődők, lesznek könyvbemutatók, utcazene, előadások, hangszerbemutató, kiállítás, filmvetítés és természetesen sok koncert.